Tizenegyedik fejezet. Mi az ördög van veled? Kérdezte Rízen, még mielőtt az éjszaka udvara teljes valójában megjelent volna körülöttünk. Miért nem nézel bele egyszerűen a fejembe? Kérdeztem vissza, de a szavaimnak valahogy nem volt éle. Még arra sem vettem a fáradtságot, hogy eltoljam magamtól, amikor elléptem tőle. Mi lenne abban a jó? kérdezte kacsintva. Nem mosolyogtam. Semmi cipődobálás? Szinte láttam a szemében a csillogni a kimondatlan szavakat. Gyere, játszunk. A szobámba vezető lépcső felé vettem az irányt. Reggeliz velem, kérte. Volt a hangjában valami, ami megállásra késztetett. Esküdni mertem volna rá, hogy kétségbeesést éreztem benne, aggódást. Ahogy megfordultam, a bőruhám elcsúszott a vállamon, a derekamon. Nem is vettem észre, mennyit fogytam annak ellenére, hogy a dolgok kezdtek visszatérni a normál kerékvágásba. Nincs semmilyen intézni valód? kérdeztem. Hogy ne lenne? vont vállat. Annyi mindent kellene elintéznem, hogy itt önként legszívesebben kiengedném a világba a mágiámat, és tisztára söpörnék mindent, hogy némi békéhez jussak végre. Vigyorogva meghajolt, a mágiája mellékes megemlítése se töltött el döbbent borzongással de rád mindig szakítok időt. Mivel még nem ettem semmit, éhes voltam, ráadásul Pimasz kibírhatatlan vigyora ellenére aggodalmat is éreztem benne. Intettem, hogy vezessen a csarnok túlsó végében álló ismerős üvegasztalhoz. Egymás között tisztes távolságot tartva oda sétáltunk. Fáradt voltam, iszonyú fáradt. Már majdnem az asztalhoz értünk, amikor Liz megszólalt. Ebben a hónapban csodás kötelékünkön át a félelem fullánkján éreztem benned. Valami izgalmas történik a tavasz szépséges udvarában? Semmi ilyesmi, mondtam. Ez egyrészt igaz volt, másrészt semmi köze nem volt hozzá. Oldalról rápillantottam, dűvillant a szemébe, nem aggodalom. Esküdni mertem volna, hogy a hegy válaszul megrázkódott alattunk. Úgy is tudod, Kérdeztem hidegen, akkor miért kérdezed? Leült, és én is lerogytam a székemre, csendesen felelt. Mert mostanában nem hallok semmit a köteléken keresztül, csak néma csendet. Imponál ugyan, hogy tömnyire használod a pajzsodat, de akkor is éreznem kellene téged, mégsem érezlek. Időnként csak azért ráncigálom meg a kötelet, hogy megbizonyosodjak róla, hogy egyáltalán életben vagy. Pislákolt körülötte a sötétség, Egyszer épp egy fontos megbeszélés közepén jött át valami iszonyú rettegés. Csak elillanó képeket láttam rólad és temléről, aztán a nagy semmi. Megint a csend. Tudni szeretném, mi okozta az a vart. Kiszolgáltam magam, szórakozottan szedegettem a tálakról, alig törődtem vele, hogy mi is van az asztalon. Vitatkoztunk, legyen elég ennyi, mert ahhoz már semmi között, hogy miről. Ezért nézel ki úgy, mintha a bánat, a bűntudat és a harag apránként emésztene felélve? Nem akartam erről beszélni. Takarodj ki a fejemből. Takaríts ki belőle. Lögdös ki. Ma reggel leengedted a pajzsot, bárki besétálhatott volna a tudatodba. Farkas szemet néztünk. Provokált, de valahogy nem érdekelt. Nem érdekelt, milyen erő szúnyad a testemben, és hogyan jutottam be olyan könnyen Lucien fejébe, mint Ríz az enyémbe, és a pajzsok is hidegen hagytak. – Morhol hol van? – kérdeztem inkább. Ledermet, már arra készültem, hogy valamit a fejemhez vág, esetleg provokálni fog, de így szólt. Nincs itthon, dolga akadt. Az árnyak örvény lettek körülöttem, mire én is inkább az étellel foglalkoztam. Az esküvő továbbra is napi renden van? Annyi időre abba hagytam a rágást, hogy kinyögjek egy igent. Inkább valami olyan választ vártam, hogy ne kérdezz olyan ostobaságot, amire úgyis tudod a választ, vagy az örök kedvencemet menj a pokolba. Inkább a sütistál felé nyúltam. Ő mindkét kezét az asztalon nyugtatta, az ujjai körül finom füst keringett, mintha karmok lennének. Gondolkodtál az ajánlatomon? kérdezte. Nem feleltem, csak akkor, amikor már kiürült a tányérom, és újra telepakoltam. Nem akarok veled dolgozni. Szinte éreztem, hogy valami sötét nyugalom szállja meg. Miért utasítasz el, Fejru? A tányéromon lévő gyümölcsöt tologattam. Nem akarok része lenni annak a háborúnak, ami szerinted közeleg. Szerinted nekem fegyverék kellene válnom, nem egyszerűen közkatonává, de nekem ez a két dolog annyira nagyon hasonlít, az egyetlen különbség az, ki irányít. A segítségedet szeretném, nem manipulálni akarlak, vetette oda ingerülten. Az ingerültségére már felkaptam a fejem. Azt akarod, hogy segítsek, hogy borsot törj minóra alá. Árnyékok táncoltak a vállaf körül, mintha szárnyak ölelték, ölelnének lassan alakot. Jól van, csukta, Magamnak ástam meg a sírt azzal, amit hegyalján tettem, de a segítségedre van szükségem. Megint éreztem a kimondatlanul maradt szavakat. Kérdezd meg, hogy miért, gyerünk már. De most nem akartam, nem volt hozzá energiám. Halkan folytatta. Amaranta közel ötven évig tartott fogságban az udvarában. Addig kínosztak, vertek és csesztettek, még el nem árultam, ki vagyok és mit védelmezek. Nem tehettem semmit, és azt sem engedték, hogy megpróbáljak véget vetni az egésznek. Kérlek, segíts megakadályozni, hogy ez újra megtörténjen, Pritiennel. A szívem mélyén valami fájt, vérzett a szavai hallatán, de nemlin már tett nekem engedményeket. Lazított az őrök figyelmén, megengedte, hogy kicsit szabadabban barangoljak. Próbálkozik, próbálkozunk. Nem fogom ezt kockára tenni. Folytattam az evést, és Riss se szólt többet. Vacsora időben nem csatlakoztam hozzá, és a reggelihez sem keltem fel. Amikor délben előkerültem az emeletem várt, halvány derűs mosolyjal az arcán az asztal felé terelgetett, amire könyveket, papírt és tintát készített ki. Máshold le ezeket a mondatokat, búgta az asztal túloldaláról, és egy darab papírt nyújtott át. Néztem és hibátlanul felolvastam. Rízend fantasztikus ember. Rízend a világ közepe. Rízend a legjobb szerető, akiről egy nő álmodhat. Letettem a papírt, lemásoltam a három mondatot és oda nyújtottam. A karmok egy pillanat múlva behatoltak volna a tudatomba, de azonnal visszapattantak egy fekete csillogó sziklaszilárd pajzsról. Gyakoroltál, állapította meg döbbenten. Felálltam az asztaltól, és távozóban megjegyeztem. Nem akadt jobb dolgom. Éjszaka egy halom könyvet hagyott az ajtó előtt egy üzenettel. El kell intéznem pár dolgot, tiéd, az egész ház, üzenj, ha szükséged van rám. Napok teltek el, de én nem üzentem. A hét végén tért vissza, én éppen egy puha fotelben ültem a hegyekre néző egyik társalgóban, és egy könyv végénél jártam. Lassan haladtam, mivel közben megtanultam az új szófordulatokat is, de legalább ez kitöltötte az időmet, és a könyv hősei csendes, állandó társaimul szegődtek. Soha nem léteztek, nem is fognak, de valahogy miattuk kevésbé éreztem magányosnak magam. Nem tudtam, hová lett az a lány, aki csondárdát hajított a marantára, talán akkor veszhetett el, amikor kitörték a nyakát, és tündérhalhatatlanság töltötte meg az ereit. A kitűnő utolsó előtti fejezet végén jártam. A vajsárga délutáni napfényben közben a lábamat melegítette. Rizendekkor étellel megrakodott tálakkal a két hatalmas fotel közé surrant, és letette őket elém a dohányzó asztalra. Mivel úgy tűnik, nagyon vonz a életmód, mondta. Arra gondoltam, tovább megyek egy lépéssel, és még az ennivalót is idehozom. A gyomrom már fájt az éjségtől, leengedtem a könyvet az ölembe. Köszönöm. Kurta nevetés. Csak így egyszerűen köszönöm. Semmi olyasmi, hogy fő létedre mit cselétkedsz rízend, vagy akármit is akarsz fütyülökre, csettintett a nyelvével. Végtelenül csalódott vagyok. Letettem a könyvet, és a tányérért nyúltam. Ha akarja, hallgassa egész nap a saját hangját, de én enni akartam azonnal. Már majdnem hozzáértem a tányér pereméhez, amikor arrébb blibbent. Utána, nyúlt, utána nyúltam, de a mágiájával, mint egy kötéllel távolabb húzta a tányért. Mondd meg, mit csináljak, mondta. Hogy segíthetnék? Úgy tartotta a tányért, hogy ne érjem el. Amikor beszélt, mintha szavak lazítottak volna a mágiája szorításán, Füstkarmok borították az ujjait, és fantasztikus árnyékszárnyak terültek szét a hátán. Telnek a hónapok, és te még mindig olyan vagy, mint egy szellem. Ott senki nem kérdezi meg tőled, hogy mégis mi az ördög van veled. A főurat fütyűrre. Érdekelte, igenis érdekelte talán túlzottan is. Biztosítja nekem a lehetőséget, hogy magam oldjam meg a problémáim, Mondtam olyan élel a hangomban, hogy alig ismertem magamra. Hadd segítsek neked! kérte Riz. Sok mindenen átmentünk együtt hegy alján. Összerezzentem. Amaranta fog győzni suttogta. Ez a kurva fog győzni, ha tönkre mész. Kíváncsi lettem volna, vajon hónapok óta így gondolkodik-e, és őt is folytogatják-e az emlékei éjjelente? de inkább felemeltem a könyvet, és mielőtt elővettem volna a pajzsaimat, egy mondatot lőttem át a kötelékünkön keresztül. Befejeztem a társalgást. Hogy a fenébe fejezted volna be? Mordult fel. A mágiájával megcirógatta az ujjaimat, és a könyv becsukódott a kezemben. A körmeimmel belekapaszkodtam a bőrbe és papírba, de hiába. Ruhadék, pökhendi, számító ruhadék. Lassan felnéztem rá, és nem forron tomboló haragot éreztem, hanem jeges, szikrázó dühöt. Szinte éreztem az új hegyeimnél, a tenyeremnél a jeget. Esküdni mertem volna, hogy a könyvet zúzmara borította, amikor a fejéhez vágtam. Elég gyors volt ahhoz, hogy kivédje, így a könyv mögöttünk landolt a márványpadlón. Jól van, mondta, és talán kisé szaporában vette a levegőt. Még mi van a tarsolyodban, fejrú? A jég lángá a kezem ökölbe szorult, és az éjszaka údvarának főúra pedig láthatóan megkönnyebbült, annak láttán, hogy a düttől legszívesebben tombol vagy újtogattam volna. Végre egy érzés, nem csak az üresség, a hideg csend. Ha arra gondoltam, hogy vissza kell mennem a kastélyba, az őrök és a titkok közé visszasüppettem a fotába. Újra befagyott bennem minden. Ha bármikor játszótásra vágysz, szólt Riz, és egy csillagfoltos szellőn felém tolta a tányért. Szóval, a csodás közös hetünk alatt, vagy máskor. Teljesen kimerített, iménti kis fellángolásom, így nem voltam képes a válaszra. Rájöttem, hogy végtelen szabadesésben zuhanok már egy ideje, attól kezdve, hogy a szíven szúrtam a tündérfiút. Nem néztem rá, inkább folytattam az evést. Másnap reggel Temlin a kertünkben lévő hatalmas göcsörtös töltyfa árnyékában várt bennünket. Gyilkos kifejezést torzította el az arcát, ami kifejezetten Ríznek szólt. Ríz mosolya híján volt minden derűnek, amikor ellépett tőlem, csak a hideg ravasz ragadozót láttam benne. Temlin rám mordult. Menj be, a két főúra néztem, és látva a dühött Temlin arcát, tudtam, hogy vége a magányos lovaglásoknak és sétáknak a birtokon. Ne hagyd magad, szólított fel ríz, és ezzel eltűnt. Jól vagyok, minden rendben, mondtam Temlinnek, aki görnyetten lehajtott fejjel állt. Ennek véget fogott vetni, fogadkozott. Hinni akartam neki, tudtam, hogy bármit megtenne, Ezúttal is arra kért, hogy menjek végig minden részleten, amit Risz házában láttam. Minden beszélgetést fel kellett idéznem, akármilyen rövidek is voltak. Mindent elmondtam, bár egyre halkabban. A védelmező ösztönt láttam sugározni a szeméből, és ezt élveztem este minden döfésében is, amikor testünk összefonódott. Elvettek tőle egyszer, de soha többet nem fog megtörténni. Másnap reggel az őrök újra teljes létszámban jelentek meg.